Szevasztok, nobberfanok! Desszert jön, nagyon finom desszert. Dadar gulung. Ez egy indonéz zöld palacsinta. Hát kóstolázzuk meg gyorsan. Dadar gulung egy indonéz étel. Egy indonéz zöld palacsinta. Amiatt zöld, mert úgymond egy ilyen pandan levéllel megszínezik. Ezt Európában nyilván nehéz beszerezni, hiszen itthon nem egy honos növényről beszélünk. Viszont keleti fűszerek boltjaiban esetleg te is be tudod magadnak szerválni ezt a kis finomságot, de annyira nem látszik rajta, hogy zöld, mert a csokis banánöntet enyhén elszínezi az egészet, és igen, az eredeti dadar gulung az nem csoki öntetes, de itt látszik is egy kicsit amúgy, nem, hanem itt, hogy egy kicsit azért ott van valami zöldecske ott. Megnézem, hogy ebbe pandan levél van-e. Ne szívas. Nem sikerült nekik szerezni pandan levelet, úgyhogy pisztáciával sikerült megszínezni ezt az ételt, emiatt gondolom, hogy az íze is más lesz, mint az eredetinek, viszont mivel nincsen összehasonlítási alapom, ezért most ezt a hibát elnézzük nekik. Na, ki is vettem egy szép nagy adaggal. Végülis a kókuszreszelék az stimmel, mert azzal van töltve. Annak ilyen egész krémes íze van, nem túl édeskés, de a tegnapi leveshez képest amúgy egész jó. Igen, a tegnapi leveshez képest határozottan kevesebb cukor van szerintem benne. Banán öntet az viszont az kicsit olyan gejnek érzem, de mondjuk egy banán öntet milyen legyen. A banán alapvetően is egy nagyon édes gyümölcs, már önmagában is. Hát még ha kókuszreszelékes palacsintával öntöd össze, ami szép ilyen radioaktív zöld. Igazából a pisztácia zöld ugyét láthatjuk benne. Bár amióta a török import megszűnt, azóta a pisztácia is egy drága növény, szóval nézzük el, itt se egy olcsó színezék. Azt veszem észre, hogy már a felét megettem. Eteti magát ez a palacsinta. Érzem, hogy kókuszreszelék van benne. Azok így ropognak a fogaim között, amikor egyesével elrácsálom őket. Ez egy ilyen cukros, kókuszos krémnek kell igazából felfogni. A palacsinta tészta az pedig nem a hazai palacsintákhoz kell hasonlítanod, hanem leginkább én az amerikai palacsinta tésztához tudnám összevetni. A banánöntet, csokis banánöntet nekem amúgy esküszöm, ajut eszembe, hogy vannak ezek a testépítő porok, és azokból van banános ízű. Ez körülbelül tipikusan az, mint hogyha valamilyen fehérje port innál és abból a banános ízű, bár mondjuk ahhoz képest azért sokkal finomabb, de önmagában ez a csokis banán öntet szerintem megállná a helyét egy magyar palacsintán is, tehát nem csak az amerikai fajta palacsintán néz neki jól, hanem ezen is. Indonéziához úgy nem sok köze van, mert a pandan levél helyett pisztácia van benne, és az eredetiben banánöntet sincsen, de sikerült egy egész jó, korrekt desszertet szerintem összehozni. Árában is néztem valami pár száz forint, úgyhogy ahhoz képest így törekvésként nem rossz, de azért most ha megnézem ezt a tápértéket, hát 11 g cukor van azért benne, 100 g-onként, ami azt jelenti, hogy egy ilyen szép 200 g-os adagba azért úgy belebújik egy 20 g cukorka, 200 kalória van egy 100 g-ban, 400 kalória egy ilyen
étel. Úgyhogy a diétázóknak nem ajánlott, de szerencsére most én se diétázok. Legalább ma is tanultunk valamit, hogy léteznek ilyen palacsinták. Ha tetszett, iratkozz fel, és persze a like sem maradhat el. Én Klobber voltam, szevasztok!